Idén 7. alkalommal rendeztük meg a tetőépítők országos találkozóját, Kápornásnyéken az eseményközpontban, hát nagyjából 350 fő jelenlétével, ami azt mutatja, hogy ha ez a tendencia marad, akkor elképzelhető, hogy a következő évre már ezt a helyszínt is kinövi a rendezvény. 5 vagy 6 olyan kiállító is van, akik még eddig sosem voltak itt, és semmilyen kapcsolatban nem is voltunk velük. Tehát azt gondolom, hogy ez is azt jelenti, hogy kinőtte magát a rendezvény egy olyan szintre, hogy a kiállítóink nem akarják megengedni maguknak, hogy nincsenek itt. Wienerberger kiemelten fontosnak tartja azt, hogy a Tondaka megjelenjen ezen a rendezvényen, hiszen rengeteg tetőfedővel tudunk itt találkozni. Ez egy nagyon-nagyon fontos rendezvény a tetőfedő szakmának. Nagyon fontos az, hogy meg tudjuk itt mutatni az új termékeinket, tudunk beszélni technikai újításokról, el tudunk magyarázni olyan speciális, a tető cserepekkel kapcsolatos dolgokat, újabb kutatási eredményeket, amire igazából, ha nem személyesen tennénk, akkor nem lenne olyan hatásos megoldásunk, mint ez, hogy megjelenünk ezen a rendezvényen. Most egy országos rendezvényről beszélünk, az ország különböző pontjairól vannak itt tetőfedők, ácsok, bádogosok, és roppant fontosnak tartom ezt, hogy itt egy ilyen közösség, akik tudnak találkozni, és egymással szakmai tapasztalatokat tudnak megoldani, meg megbeszélni. Ez mellett ugye rengeteg kiállító van, ahol új technológiákat, új dolgokat tudunk megnézni, meg tudjuk kérdezni azt, hogy kinek milyen újdonságok jelentek meg a piacon. Az idei év tetőépítők országos találkozójára több szakiskolából jöttek el tanulók, ami úgy gondolunk, hogy előrelépés, hogy egyre több létszámba jönnek el ezek a fiatalkorú gyerekek, és nézik meg a kiállítást, és csípnek el a szakma apróságaiból és beszélgetéseikből. Az évek folyamán én úgy gondolom, hogy minimális emelkedés sikerült már elérnünk, hogy a szakma biztos, hogy nem fog kihalni. Nagy emelkedés nincsen, de stagnál a létszám, tehát nincs csökkenés, tehát mi ezt pozitívan értékeljük. Úgy gondolom, hogy az utóbbi években nagyon felértékelődtek a szakmák, és egy jó szakmával, vagy egy ilyen szakmával simán lehet annyit keresni, mint egy diplomával, egy egyetemi végzettséggel. Júliusban megnyertem a magyarországi válogatót a világbajnokságra, ami azt jelenti, hogy jövőre én képviseltem Magyarországot a WorldSkills szakmai világbajnokságon, az ács szakmában. A rendezvényen a kiállításon kívül több előadást is megnéztem. A legjobban, ami érdekelt, ugye a faanyagárnak az emelkedése volt. Ebből nagyon sok olyan információt és olyan dolgot tudtam meg, amire mint laikusként nem is gondoltam volna. Mint faanyagkereskedő úgy látjuk, hogy az egyetlen lehetősége a kivitelezőknek, illetve a megrendelőknek, hogy figyelmesen kövessék az eseményeket. Több helyről is kell ajánlatot kérni, és amikor a megfelelő szintre süllyed az ár, lehetőleg minél hamarabb neki kell kezdeni, hiszen az is lehet, hogy akár újabb drágulás következik. 7. tetőépítők országos találkozóján sikerült megszerveznünk az első véradásunkat, aminek az apropója az volt, hogy például nekem volt régen egy tetős balesetem, ahol vért kaptam, és mindig egy kicsikét ilyen lelkiismert furdalásom volt, hogy valahogy visszaadjak a közösségnek egy kis pluszt ezzel a sok részvevővel, hogy sokan tudjunk vért adni. Most körülbelül 32 ember adott vért, ami egy ekkora létszámnak jónak számít.